Székely Keve a legdélebbi magyar lakta település, Belgrádtól 45 kilométerre található. Itt elmondhatjuk, hogy mindenki tud magyarul? Igen, azt hiszem, hogy lehet, hogy 3-4 olyan ember van, aki nem tud magyarul, és nemrég települt oda, de több 99%-a a lakosoknak jól beszél magyarul, és magyar. Mi a helyzet a környező településekkel? Az aldonai magyar falvak között szokták még emlegetni Sándor egyházát és Hertelendi falvát. Hertelendi falva szinte már Pancsova elővárosának számít. Úgy tudjuk, hogy ezeken a településeken már igen kevesen beszélnek magyarul. Talán ennek az az oka, hogy nem volt lehetőségük magyar nyelvű iskolába járni, és azt mondhatjuk, hogy ezek a magyarok asszimilálódtak. Székely Kevén milyen nyelvjárások jelennek meg? Székelykevének a különlegessége, és egyébként az előbb említett másik két település magyar lakosaira is vonatkozik mindez az érdekesség, az, hogy bukovinai székelyek lakják ezt a nagy részt, a magyar lakosság nagy része bukovinai székely származású, és megőrizték a székely nyelvjárást, és ezt hallhatjuk, ha velük beszélgetünk. Mik járultak hozzá, hogy ez így alakuljon ki? Annyira távol esik ez a település az egyéb magyar, vajdasági magyar lakta településektől, hogy nem volt arra olyan nagy lehetőség, vagy nem volt olyan nagy nyomása annak, hogy másfél vajdasági magyar nyelvváltozatok kiszorítsák a székely nyelvváltozatot, egyrészt ez lehetett az oka, a másik pedig az, hogy a településnek egy magyar tannyelvű általános iskolája van, itt csak magyar nyelven lehet tanulni, tehát ilyen módon a lakosok megőrizhették a magyar nyelvüket, és a székely származású, székely nyelvjárás beszélők is ugyanígy. Önök ugye terepmunkát végeztek. Mikor zajlott ez a terepmunka, kik vettek részt benne, és kik támogatták? A terepmunka augusztusban zajlott, de már előző évben volt egy olyan hasonló jellegű terepmunka Székely Kevén, amit a Kis Lajos Néprajzi Társaság támogatott. Ezt a 18-ban történőt pedig a Kis Lajos Néprajzi Társaság mellett a Magyar Tannyelvi Tanítóképzőkar, valamint a Verbi Nyelvi Kutatóműhely támogatta. A résztvevők pedig részben a magyar tannyelvű tanítóképző tanárai voltak, rajtam kívül Raffai Judit, Németh Ferenc, illetve a hallgatók, a karunk hallgató, és emellett még Fehér Viktor néprajzkutató, doktorandus hallgató volt még a terepmunka résztvevője. Mik maradtak meg a székelykevei nyelvjárásból, és hogy nem asszimilálódtak? Tehát például gondolok itt a szerbekre. Ahogyan említettem, az iskola az oka annak, hogy nem asszimilálódtak a magyarok, ugye köztük a székely nyelvjárást beszélők, viszont mindenki jól beszél szerbül, ez természetes is, hiszen ha kilép a faluból, akkor ott már egy szerb közösségek várják őket, és ők ebben részt tudnak venni. És amit még nem említettem érdekességként, nyelvi érdekességként, hogy a bukovinai székelyek odatelepítése, és itt megelőzte a bánáti bolgárok ugyancsak odatelepítése, a paltjánok odatelepítése, és paltjánok is élnek, bolgárok is élnek, katolikus bolgárok a településen, és nagyon érdekes módon ők a magyarokhoz asszimilálódtak, éppen azért, mert magyar nyelvű iskola működik a településen, a faluban, és ők magyarul beszélnek. Nagyon érdekes, hogy a bolgár identitásokat megőrizték, bolgárként nevezik meg magukat, mindenki tudja, hogy ki a bolgár a faluban, és ez természetes dolog a faluban, hogy bolgárok és magyarok élnek a faluban, azonban minden bolgár nagyon jól beszél magyarul, hiszen magyar iskolába járt. Köze van-e ehhez a vallásnak? Valószínűleg a vallásnak is köze van ahhoz, hogy nem asszimilálódtak a szerbséghez, hanem a magyarsághoz. Lehet, hogy a vallásnak is van ehhez köze, hiszen katolikusokról van szó, és egy katolikus templom van a településen. Azonban a másik két településen, Hertelendi falván és Sándor egyházán, ott viszont már a szerb iskolába járnak a bolgárok és magyarok is, tehát ilyen módon itt a bolgárok asszimilálódása is a szerbséghez sokkal erőteljesebb. Bolgár nyelvhasználat azért, tehát van még. Igen, nyomára bukkantunk a bolgár nyelvhasználatnak, bár nagyon háttérbe szorult és leszűkültek a nyelvi terei a bolgár beszédnek. Az idősebb házaspároknál, a 80 év körüli bolgár nemzetiségű házastársaknál jellemző, hogy ők egymás között beszélnek még bolgárul, többet, kevesebbet. A gyerekeik már csak értik a bolgárt, de viszont nem annyira beszélik, és a 40-es, 50-es években születetteknél pedig észrevehető, hogy ők is keresik időnként a bolgárt,
bolgár kortársaiknak, gyerekkori barátaiknak a társaságát, és igyekeznek, próbálnak időnként bolgárul beszélni, de ez nem mindig zökkenőmentes, nagyon sokszor előfordul az, ahogyan ők erről beszéltek, tehát az ő elbeszélésük alapján tudunk erről, hogy nem találják a megfelelő szavakat, és azután magyarra váltanak, és úgy folytatják a beszélgetést. Tehát végül is akkor azt elmondhatjuk, hogy Székely Kevén a bolgár-magyar identitása az létezik még. Igen, ez megvan, erőteljesen megvan.